Nyertes a kormányzásnak? Mellette vagyunk, kormány mellett, de kritikával. Nem hívők? Kritikával. Nem. Itt vagyunk a Millenáris Parkban, ahol hamarosan Orbán Viktor kormányfő mond évértékelő beszédet. Sajnos a vendégek közé nem mehetünk, így most őket nem tudjuk kérdezgetni, de majd a beszéd után, az épület előtt megvárjuk őket. Bármilyen nehéz helyzetben is van az ország, jönnek és újra jönnek emberek százezrei, akiknek eszük ágában sincs beletörődni a mai helyzetbe. Hogy tetszett a beszéd? Hát mint mindig remek volt. Igazi magyar emberek voltak, igazi magyar miniszterelnökkel. Nagyszerű volt. Az elemzők békülékenységre hajazó beszédet vártak. Ez nem következett be, de ez nem baj, egyáltalán nem baj. Tudjuk jól, hogy Orbán kiválóan és nagyon logikusan tud mindent elmondani. Nagyon, nagyon felemelő volt és hihető minden szava. Lenyűgözve hallgatom őt mindig, és nagy rajongója vagyok. A vezetők felelőssége, hogy mindenkor kiálljanak a magyar érdekekért itthon és külföldön. Mit szól ahhoz, hogy ugye korábban a kormány elutasította az IMF-fel való együttműködést, mindig ebben elzavarta az országból, majd kölcsönért folyamodik hozzájuk? Ők a szakemberek. Én főt hajtok a szakemberek előtt. Hát az, hogy milyen érdeket képvisel, a számomra egyértelmű. A taktika pedig az változik néha. Rákényszerülünk, meg kell tenni. Most akkor elbuktuk, vagy nem buktuk, vagy nem is volt szabadságharc? Nem, hát egy nagyon praktikus az életben, egyébként is minden területen alkalmazandó eszköztár fény lett fel, nem? Tehát az, hogy az ember időnként harcol, máskor pedig megegyezik, attól függően, hogy mit tud egy helyzetből kihozni. A mi célunk az, hogy Magyarországon egy olyan középosztály legyen a társadalom vezető csoportja, amely képes érdekegyesítésre lépni a visszakapaszkodni akarokkal és azokkal a nyugdíjasokkal, akik munkában érték az életeket. A középosztályhoz tartozónak érzi magát? Hát persze, büszkén, igen. Anyagi értelemben is? Igen, azt hiszem igen. Hát úgy gondolom, igen. És a családja is? Én úgy gondolom, igen. Igen. Én annak tartom magam, annak se a legfelsőbb részéhez. És nyertes-e a kormányzásnak? Hát most ezt nem tudok mit mondani. Saját szakmámat élem, és én úgy érzem, hogy változatlanul élek, ahogy eddig is éltem. Még nem, de remélem azok leszünk. Nem vagyok vesztese. Nem is a nyertese? Nem is a nyertese. És számít arra, hogy a nyertese lesz? Abban bízok, hogy ha olyan kormány van a nemzetnek, amik nemzeti érdeket képvisel, akkor az minden bizalomra ad okot. Nem félti a nyugdíját? Ugye szó volt arra, hogy az egykori MSZMP-s nyugdíjakat esetleg megkurtítják. Nekem nem MSZMP-s nyugdíjam van, hanem professzori nyugdíjam, tehát nekem mondjam, ezt a szerény nyugdíjat már nem nyúlhatja le senki, mert ebből már nem lehet elvenni. A kormány kommunikációja szerint nincs megszorítás, egyetért ezzel? Ez ugye nagyon nehéz pontosan fogalmazni, de olyan megszorítás nincs a kormány részéről, hogy ő megszorítson minket, de a gazdasági következményeknek mindig vannak megszorításai. De 27%-os áfa az nem egy gazdasági következmény, igen, a jövedéki adó emelés? Ez tény, ez 2%-kal nőtt 25-ről 27-re, de összességében kell nézni a dolgokat, és azt kell megnézni, hogy milyen lehetőségei vannak egy országnak, és a lehetőségeim belül hol húzza meg a nadrágszíjat. A politika arról szól, rugalmasan kell alkalmazkodni, hogyha én feljel megyek a falhoz, akkor azt mondom, hogy ide lőjetek. És hogyha mondjuk jövő héten azt mondaná Orbán Viktor, hogy most nem a középosztályra támaszkodik, hanem mondjuk csak a nyugdíjasokra, akkor azt is elfogadná? Nem, ezt nem fogja mondani. Nem. Honnan tudja? Azért, mert ez a társaságot nem tudom, hogy mennyire ismeri. Ez nem virtuális, ez egy kritikus értelmiségi társaság. Mellette vagyunk, kormány mellett, de kritikával. Nem hívők? Kritikával. Nem. Mit szól ahhoz, hogy a kultúrára kevesebb pénz jut, kevesebb pénz szán a mostani kormányzat? Szenvedője vagyok sajnos, de hát tudomásul kell venni, hogy vannak fontossági sorrendek. Ugyanezt mondaná akkor is, hogyha az előző kormány lenne hatalmon? Hát talán megpróbálok objektív lenni, talán igen. Eltörődjünk az értetlenséggel, az európai okoskodó aggodalmaskodásával. Magunkra figyeljünk, a saját meggyőződésünket kövessük, és ne ijedjünk meg a váratlan nehézségektől. Tudjuk, hogy a sikeres jövő nem ajánlott, nem nyeremény, hanem csak is megérdemelt győzelemnek. Ahogy a zseniális vén Gretzky tanácsolt, ne oda korcsolyázz, ahol a korong éppen van, hanem oda, ahol.